Zánka 850. évfordulójára elkészült a Zánkai Értéktár. Megkérem Márkus Tévörös Hajnalkárt, a Veszprém megyei levéltár igazgatóhelyettesét, hogy mutassa be Zánkai Értéktárat. Tisztelt zánkaiak, tisztelt meghívott közönség, kedves érdeklődők! Minden kerek évforduló, köszönöm szépen, minden kerek évforduló számvetésre ösztönzi az embereket, hogy végig gondolják, honnan jöttek, hol tartanak, és merre folytatják tovább útjukat. Milyen maradandó értéket hoztak létre elődeik és méltó utódaik. Ez a könyv, amelyet hamarosan minden zánkai lakos megkap majd, és örömmel forgathatják, erre a nagy feladatra vállalkozott. Három részben taglalja Zánka 850 éves év történetét, illetve annál jóval többet, ahogy polgármester úr is utalt már rá. Az első részben Zánka történetét veszi nyomon, követi nyomon, majd a jelennel foglalkozik az intézményeknek a történetén keresztül, és a záró részben pedig a zánkai értéktárba bekerült elemeket ismerteti. Igen, ez egy érdekes kérdés, hogy mit tart értéknek egy közösség? Felismerik, megfogalmazzák-e értékeiket? 2002-ben, amikor törvény is született a nemzeti értékek és hungarikumokról, akkor ösztönzést kapott minden közösség arra, hogy számba vegye saját értékeit, de nem könnyű feladat ez. Veszprém megyében tudomásunk szerint 53 közösség, község hozott létre helyi értéktárat, de csak példaként szeretném mondani, hogy ki, hány és milyen értéket próbált magának megfogalmazni. Úgy csak egy várost említsek. Veszprém például jelen pillanatban három értéket vett be az értéktárába, csak hogy végig gondolják, hogy mi lehet ez. Az egyik az a veszprémi püspök királykoronázási joga, mint szellemi örökség, a második a jutasi altiszt, mint kulturális örökség, a harmadik Kollár Kálmán karnagynak a művészeti munkássága, mint személyi örökség. Hogy egy közelebbi községet mondjak, Nagyvázsony négy értéket fogalmazott meg, Kinizsi vár, Kinizsi Pál életműve, a Pálos kolostor és a Pálos kódexek. Most ezekhez viszonyítva Zánkának ebben a kézbe tartott, vagy hamarosan kézbe vendő kötetében 23 érték, helyi érték került bele, és én azt gondolom, ismerve az értéktáraknak a tartalmát, hogy ez Veszprém megye leggazdagabb értéktára. És ugye mindig kérdés az, hogy aztán ezekből melyek kerülnek tovább egy magasabb érték szintre. Azt is tudjuk, hogy jelenleg Veszprém megye értéktárában 14 elem található, amelyben olyanok szerepelnek, mint az Ajkai kristály termékei, a Badacsonyi kéknyelű, a Herendi porcelán, Lőrincze Lajos életműve, a Teodóra ásványvíz, és folytathatnám még a sort. És ebből a sorból az országos értéktárba négy került be, ugye először a Herendi porcelán, az Ajkai kristály, a Badacsonyi kéknyelű és a Kékkuti ásványvíz. De ugye most már átérve, hogy mit tartanak értéknek a zánkaiak. 23-ból próbáltam csoportosítani, hogy milyen típusú értékeket fogalmaztak meg. Elsőként nagyon helyesen azt a három értéket fogalmazták meg, amely a Jóisten ajándéka, a természeti adottság, amelynek körébe tartozik a Hegyestű, mint geológiai bemutatóhely is, és az Orbán kereszt, a Kopaszoki vadon és a gyógynövény völgy. Ezek a természeti értékek, amelyeket megfogalmaztak. Bekerült három építészeti emlék, amely nagy múltra és nagy történelmi múltra múltat köszönhet. Többek között a sárpusztai régészeti emlékek, az árpádkori református templom és a tájház.
Bekerült két Zánkához kötődő személynek az életműve, az egyik Szekeres Károly kerámikus és szobrászművésznek az alkotó alkotásai. Sajnáljuk, hogy most nem lehet körünkben, de ehelyett is üdvözöljük. Zánka 1848-49-es emlékei, akik között, az emlékek között híres személyek és neves személyiségek kerültek megnevezésre, és bekerültek az értéktárba az értékőrző gyűjtemények. Ebből kettő, amely mindkettő a gyerekekhez kötődik, és ahogy láttuk méltán. Az egyik a Gyerekalkotások Galériája, a másik a Gyermek és Ifjúságszervezet Történeti Muzeális Gyűjtemény. És ahogy szintén példát láttunk rá, három népművészeti hagyományőrző csoport is bekerült az értékek között. Többek között a Magyar Tenger Népdalkör, a Magyar Tenger Néptánc Együttes és a Bokafogó Néptánc Együttes. És 8 civil egyesület tevékenységét tartotta méltónak a közösség, hogy bekerüljön az értéktárba, és felolvasom, mert fontos, hogy itt is megemlékezzünk róluk és biztassuk őket. Zánka Nivegyvölgyi Borút Egyesület, Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub, Dr. Okály Iván Kerbarátkör, Közösségi és Tomek Sportklub, Honismereti Kör, Életmódklub, Nők Klubja és a Színjátszókör is. És két hírportál is bekerült az értékek közé, a Zánka TV és a Zánkai Hírmondó. Ha most végignézzük, vagy végiggondoljuk a 23 helyi értékből 8, tehát az értékek egyharmada a múlthoz kötődő érték, és kétharmada 15 a jelenhez kapcsolódik. A további évek mutatják majd meg egyrészt, hogy milyen új érték kerülhet majd be a zánkai értéktárba, és hogy mi lesz ebből majd maradandó országos értékű. És hogy miért fontos az igazi értékről való gondoskodás. Európa keresztény kultúrák alapját képező Biblia így ír erről. Atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. És hogy nem idegen ez a gondolat más ősi kultúrától sem, létezik egy bölcs afrikai törzsi szokás. Amikor a törzsből valaki rosszat tesz a törzs másik tagjával, vagy fájdalmat okoz neki, akkor az illetőt kiállítják a falu közepére, és az egész törzs köré gyűlik. De ahelyett, hogy valami nyilvános büntetésben részesítenék, két napig folyamatosan sorolják neki mindazokat a jó dolgokat, amit valaha is jót tett. Azt gondolom, hogy ez a lényeg, és ez nem jelenti azt, hogy ne vegyük tudomásul a rossz jelenlétét, de csak a jóból lehet építkezni. De még valami fontosat szeretnék a végére hagyni, hogy szükséges és fontos az igazi értékek megfogalmazása, létrehozása, de a jó és az érték szemlélése csak akkor lesz építő, ha hála társul hozzá. Tehát újra csak visszatérve az előbb idézett gondolatokhoz. Minden jó adomány, minden tökéletes ajándék felülről való. Tehát azt gondolom, hogy a jóval sáfárkodni, a jót építeni, alázattal, hálával lehet. És ezekkel a gondolatokkal ajánlom figyelmükbe ismételten a zánkai értéktárat, ezt a mostja megjelölő gyönyörű kötetet, forgassák, olvassák örömmel, szeretettel valamennyiük építésére. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!